Ez a hét rendkívül mozgalmas az Európai Parlamentben, az én számomra is, hisz tegnap hagyta jóvá az Európai Parlament meghatározó 590 szavazatos többséggel azt a jelentést, amit az egyenlő munkáért, egyenlő bért elv megvalósításáról készítettünk. Ez a jelentés azt a helyzetet tárja föl, ami többé-kevésbé ismert, de mégis meglepő eredményeket hozott, hisz annak ellenére, hogy Európában már több mint 50 éves a törvénykezés ezen a területen, amelyik tiltja a nők diszkriminációját a munkaerőpiacon, elsősorban a bérezés tekintetében. Ennek ellenére a különbségek még mindig rendkívül nagyok. A fölmérések és a kutatások azt mutatják, hogy ugyan csökkenő tendenciát mutatnak a különbségek, 10 év alatt összesen 2%-kal csökkent, 17%-ról 15%-ra. Az órabérek alapján kimutatott különbség. Mégis azt lehet mondani, hogy legalább a fele ennek a különbségnek a diszkrimináció eredménye. Az is látható, hogy ez a trend ez nem egyértelmű. Például az elmúlt esztendőben 4 tagországban növekedett a különbség. Az is nagyon érdekes, hogy amellett, hogy gazdasági és strukturális okai vannak ezeknek a különbségeknek, például a szektorok, a gazdasági szektorok elkülönülése és elnői esedése magával hozza a bérek csökkenését a nők számára elsősorban. A másik oldalon az látható, hogy a fiatalok körében ez a különbség ez rendkívül alacsony. Az Európai Bizottság egyik elemzése alapján az derült ki, hogy az iskolázottsági szinttel, az életkorral és a ledolgozott munkaidővel arányosan növekszenek ezek a különbségek, és meglepően akkor jelennek meg, amikor az anya visszatér az első gyermeke születése után. Ilyen szempontból is, ha csak a demográfiai, a népesedési válság tükrében nézzük ezt a folyamatot, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. Ezért arra kértük a bizottságot ebben a jelentésben, hogy tegyen meg mindent azért, hogy az az eszköz, ami az Európai Unió, az Európai Parlament kezében van, a legislatíva, a törvényhozás legyen hatékonyabb. Hiába van akár szakállasnak nevezhető törvény is az adott területen, hogyha egyszerűen kevéssé hatékony. Egyrészt ugyan létezik törvény, és az élet megy a maga útján. Tehát olyan hatékony törvényre van szükség, ami valóban eredményhez vezet, és csökkenti a diszkriminációt a munkaerőpiacon. Azt reméljük, hogy ha egy jobb legislatívával áttekinthetővé tehetjük azokat a viszonyokat, ami a különböző bérezéshez vezet. Nagyobb lehetőséget kapnak az egyének is, nagyobb lehetőséget kapnak az érdekképviseleti szervek is arra, hogy közbeavatkozzanak. És így végső soron igazságosabbá lehet tenni azokat a viszonyokat, amik a munkaerőpiacon uralkodnak, és véleményünk szerint ez oda vezethet, hogy a nők diszkriminációja a munkaerőpiacon csökkenik.